Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. És itt van már velünk a stúdióban Szoboszlai Eszter, animációs filmrendező, aki nemrégiben fantasztikus elismerésben részesült. Mindjárt elárulom, hogy milyen díjat kapott, de először üdvözlöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm szépen! Arany Mókus díjban részesült. Mindjárt erről a díjról beszélgetni fogunk. Az animációs filmes szakmában én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas elismerés, és mindjárt arra kérem majd, hogy az ezzel kapcsolatos érzéseit árulj el nekem, hogyan, minek köszönhetően kapta meg a díjat, azon túl, hogy természetesen gratulálunk itt a stáb nevében is. Viszont előtte, ha már beszélgetünk, szerintem illene onnan indítani, hogy lesz valakiből animációs filmrendező. Így a gyerekkorára visszaugorva, hogyan emlékszik vissza, hogy hogyan keveredett erre a pályára, mi indította el? Sokféleképpen lehet animációs filmrendező valaki, azt hiszem, sokféle útja van ennek. Én nem akartam az lenni. A művészet iránt érdeklődtem, és gimnázium után Egerben, aztán pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanultam, de akkor még a grafika érdekelt, az állókép, és édesapám rajzfilmrendező, itt a Kecskemét Film Kft-nél, előtte pedig a Pannónia Filmstúdióban dolgozott, és benne voltam az animáció világában, mint gyerek, sok mindent láttam, ahogy dolgoznak, de valahogy akkor még nem érintett meg ez a lehetőség, hogy mozgóképet készítsek. Sokkal inkább a különféle grafikai technikák, a képek, ez volt még tulajdonképpen még egyetemista koromban is ez érdekelt. És körülbelül, amikor diplomáztam abban az időszakban, ért szerintem sokféle olyan hatás, ami először abba az irányba vitt, hogy elkezdtem más technikákkal kísérletezni, például térbeli dolgokat készíteni, már nem csak képeket. Nagyon érdekelt a báb színház például, láttam fantasztikus báb előadásokat, díszleteket. Szintén édesapám révén megismertem egy angol színtársulatot, akik akkoriban itt turnéztak Magyarországon, nekik az ő látványviláguk hatott rám nagyon, illetve Franciaországban láttam olyan mesekönyveket, amiknek szintén ilyen térbeli illusztrációik voltak. Akkoriban az volt a divat Nyugat-Európában az illusztrációk világában, és valahogy ez mind úgy hatott, hogy elkezdtem ilyen fajta dolgokat készíteni, és akkor ehhez társult az, hogy Kecskemétre költöztem, tehát visszaköltöztem az egyetem után Kecskemétre, és akkor valahogy a Rajzfilm stúdióban dolgozók a vezetői fejében úgy megfogalmazódott az a dolog, és aztán az én fejemben is, hogy akkor esetleg nincs-e valami történet, amit ezekkel a vizuális elemekkel el lehet mesélni, tehát hogy már ne csak állókép legyen, hanem mozduljon meg. És ez olyan 2005 körül volt, és nagyon sok jó pályázati lehetőség volt animációs filmek készítésére, lehetett kísérletezni, és akkor így valahogy belekeveredtem ebbe a dologba. És mi volt az első? Vagy így az említett vizuális elemek, azok miket ábrázoltak, amiből megszületett aztán egy film? Igen, ami akkor is nagyon érdekelt, és mai napig is mindig megjelenik a munkáimban, azok különböző ilyen dobozok, amiben be lehet nézni, és valami kis külön világot láthatunk benne, egy kis mini univerzumot, és akkor a legelső filmemnek az volt a címe, hogy Fejlakók, és ezek olyan dobozok voltak, amik igazából fejek, amikbe így be lehet látni, és be vannak rendezve gyerekek, aztán később felnőttek fejei is, és akkor ezen az ötleten alapult az első filmem, hogy benézünk valakinek a fejébe, és ott mit látunk, és a fejlakók pedig ilyen kis lények, akik ott élnek, és meghatározzák azt tulajdonképpen, hogy hogyan gondolkozunk. És csak egy film lett, vagy sorozat esetleg? Sorozatnak indult, 4 epizódja készült el.
minden filmem látható a Kecskemét filmnek a YouTube csatornáján, úgyhogy ezeket is meg lehet találni. Ez egy nagyon jó dolog, hogy tulajdonképpen ugye Kecskemét film a gyártója ezeknek a filmeknek, tehát minden filmemnek, és ők közé tették, elérhető most már minden film, úgyhogy nem az asztal fiókban lapulnak, hanem nézhetőek, és nagy nézettségük is van. És hát bárki számára igen, elérhető természetesen. Beszéljünk akkor a díjról, az Arany Mókus díj kapcsán. Egyrészt mit gondolt, amikor kiderült, hogy ezt a díjat megkapja, másrészt pedig kicsit így a díjról, hogy mit tudhatunk róla, mekkora elismerés egy ilyen díjat megkapni ebben a filmes szakmában. Tényleg nagy elismerés, azt gondolom, de nem egy régi, nem egy nagy múltú díjról vagy fesztiválról van szó. Ez, ha jól emlékszem, a negyedik Cinemira Fesztivál Budapesten. A szervezőknek az az elképzelése, hogy kimondottan olyan filmekről szól az egész több hetes fesztivál, amik gyerekeknek, illetve az ifjúsági korosztálynak szólnak, tehát ez a tematikája a fesztiválnak. Ezen belül magyar, nemzetközi filmeknek a versenye is zajlik. A filmes szakmából mutatnak be sok mindent a gyerekek számára, és az egyik nap, az úgynevezett szakmai nap pedig arról szól, amin én is részt vettem, és az Arany Mókus díjat megkaptam. Az pedig arról szól, hogy filmterveket lehet bemutatni szakmai, illetve gyerekközönségnek, tehát a nézőtér tele van gyerekekkel, fiatalokkal, illetve van egy szakmai zsűri is, és szakmai közönség is lehet, és egy úgynevezett pitch fórumot rendeznek ilyenkor. Ez azt jelenti, hogy meghatározott idő alatt, itt nekünk 5 perc állt rendelkezésünkre, be kellett mutatnunk képanyag és élő beszéd segítségével a filmtervünket. 10 filmterv volt, ez kötötte őket össze, hogy gyerekeknek vagy ifjúsági korosztálynak szóljanak. Ezen belül volt animáció is, élőfilmes, rövid, egész estés film, tehát bármilyen lehetett, csak a maga a néző közönség, hogy kinek szánjuk a filmet, ez volt meghatározott, és tulajdonképpen arról döntött egyrészt a szakmai zsűri is, másrészt a gyerek zsűri is, hogy melyik filmterv tetszik nekik legjobban ez alapján, a bemutató alapján, tehát tulajdonképpen melyiket szeretnék, hogy megvalósuljon. És akkor ezek szerint ott sikerült. Igen, 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 és akkor az én filmtervem nagyon nagy öröm volt, mert egyrészt a szakmai zsűri díját is megkaptam, ez egy külön díj volt, de a fő díj, ugye, amit a gyerekek adtak, az volt az igazi nagy öröm. Az az aranymókus díj? Tulajdonképpen mindegyik egy aranymókus, tehát 2 aranymókussal tértem haza, ami különben kerámiából van. Ilyen aranyszínű kerámia, nagyon helyes. És tehát a szakmai zsűritől is kaptam egyet, de ezt külön díjnak nevezik, és akkor ennek a szakmai napnak a fő díjáról a gyerek zsűri dönt, akik nagyon lelkesek voltak, és én pedig nagyon meghatódtam, hogy nekem adták. És hát szívből gratulálunk természetesen. Köszönöm. Ilyen szempontból jól értem-e, hogy oké, hogy szakmai zsűri az, amelyik dönt, és tényleg gondolom olyan emberek ültek abban a szakmai zsűriben, akik nagyon komolyat, és sokat láttak már ebben a szakmában, és nagyon komoly szakemberek, de mégis talán az, hogy a gyerekeknél is önnyert, az még inkább érzelemdúsabb volt? Igen, igen. Igaza van szerintem a fesztivál szervezőknek, akik azzal a mottóval indították el 4 éve ezt a fesztivált, hogy ne a felnőttek próbálják kitalálni, hogy a gyerekek mit nézzenek, mit szeressenek nézni a moziban vagy a tévében, hanem kérdezzük meg az érintetteket is. És hogyha ez úgy talál, hogyha tényleg eltalálja a rendező azt, hogy egy gyerek mit talál humorosnak, érdekesnek, akkor az tényleg egy nagy öröm. És mit tudhatunk erről a filmes tervről, erről a filmtervről, hogyan mutatta be, akár hogyha az 5 perces előadásából tud idézni, akkor azt is szívesen fogadom. Szóval hogyan is nézett ki, hogyan építette ezt fel? Vagy maga a film az hogyan néz neki? Ez egy animációs rövidfilm lesz, reményeim szerint, 7 perces, az a címe, hogy Találkozás,
és egy társasháznak a lakóiról szól, akik külsejük szerint ilyen antropomorf állat figurák, nagyon különbözőek, tehát van köztük egy hatalmas elefánt is, például meg pici egerek is, és mindannyian ugyanabban a rozzant társasházban laknak, egymástól elszeparálva, különböző okokból, és akkor tulajdonképpen ez a célja a filmnek, hogy a végére összetalálkozzanak, tehát egy kerti találkozás a célja a rendezőnek, hogy mindenféle trükkökkel ők onnan kijöjjenek a lakásaikból, és akkor csináljanak valamit együtt, és még jól is érezzék magukat esetleg. És végül is azon alapult a pitchem, tehát ez a filmterv bemutató, hogy a filmnek egy nagyon fontos alapeleme a félreértés. Tehát egy félreértés fogja azt okozni a filmben, hogy amit azért nem akarok részletesen elmondani, hogy maradjon meglepetés is, de egy félreértés okozza azt, hogy végül is ráveszik magukat, hogy elhagyják a lakásukat, és lemenjenek a kertbe. És végül is szerintem ez volt a jó trükk a bemutatomban, ami elnyerte a szakmai zsűri és a gyerekek tetszését is, hogy ilyen különféle félreértéseket mutattam be. Hogy például van az az add tovább játék, amikor egymás fülébe súgunk valamit, és akkor, hogy hogyan torzul el egy mondat, mire a tizedik ember fülébe is eljut az az elsuttogott mondat, vagy hogyha mondjuk nagyon rövid időre mutatunk fel egy képet, ki minek látja. Hogyha nincs ideje jól megnézni, akkor hogyan emlékszik rá vissza, hogy mi az. Vagy hogyha egy szöveget nem tudunk rendesen elolvasni, csak körülbelül, akkor ki hogyan értelmezi. És akkor, ahogyan bemutattam a rajzfilmem, a tervezett rajzfilmem tervezett figuráival ezeket a különböző félreértéseket, azt hiszem ez nagyon jól sikerült, és jól be is mutattam, hogy a film hogyan fog majd játszódni, és tehát hogyan képzelem el ott ezt a félreértést, és humoros volt. Tehát ez azt hiszem mindent vitt. Készül már, vagy tervben van, hogy akkor ebből lesz megvalósulás is? Igen, a forgatókönyve készen van a filmnek, és most pályázunk a Nemzeti Filmintézethez, a Kecskemét Film Kft. Segítségével a gyártási támogatásra, és akkor remélem, hogy néhány hónap múlva elkezdjük készíteni. És hát reméljük mi is, hogy akkor majd ezt az Aranymókus díjban részesült filmtervet majd megvalósult formájában filmként is láthatjuk. Egyébként hogyan találta ezt ki, vagy hogyan néz ki egy filmrendezőnél a leges-legelső lépcsőfok, talán ez az első, de ha nem, akkor javítson ki engem, hogy egyáltalán a forgatókönyvet létre kell hozni, egy történetet meg kell álmodni. Sokféle lehetőség van ebben is. Itt foglalkozom más művészeti területekkel is, például képeket is készítek, installációkat, kiállításokat is szoktam készíteni, és az utóbbi években ezeknek főleg a házak, a városok a témája, amivel kapcsolatban gondolkozom, hogyha ilyen képzőművészeti alkotásokat hozok létre, és szerintem ennek kapcsán jutott valahogy eszembe ez a gondolat, és mindenképp nagyon tetszett az, hogyha egy háznak a lakóit elképzelem, ahogy, mint hogyha így a háznak levennénk a homlokzatát, egy nagy társasháznak, és így belelátnék a különböző lakásokba, akkor hogyan tudnám összekötni ezeket a lakókat? Gondolkoztam valami nagy telefonkészülék, egy nagy ilyen belső telefonhálózati rendszeren, amin keresztül beszélgethetnek egymással, vagy egy postáson, aki valami üzenetet visz a lakók között. Ilyen gondolataim voltak, főleg szerintem inkább vizuális gondolatok, és valahogy ebből alakult ki ez a filmtörténet. Elég régen, tehát már több éve a fejemben motoszkált, de most jutott el erre
Megérett a... Igen, megérett erre, hogy így egy forgatókönyv lett belőle, az, azért segítséggel, tehát egy dramaturg is segített, illetve egy költőnő segített még a megírásában. És ha már megvan a forgatókönyv, akkor hogyan tovább? Mik a következő lépések? Mondjuk általánosságban nem feltétlen ennél a filmnél, illetve valóban jól mondtam, hogy az az első, hogy kell egy alaptörténet, meg kell írni a forgatókönyvet, és akkor abból hogyan alakul ki egy film? Mik a lépései egy ilyen történetnek? El szoktuk készíteni utána azt a fajta, nevezhetjük szerintem egy időben lejátszódó forgatókönyvnek is az animatikot, amikor már akár a forgatókönyv képeit is használhatjuk hozzá, de berakjuk egy idősávba, hogy lássuk azt, hogy mondjuk ez a 7 perc hogyan fog lezajlani, melyik jelenetre mennyi idő lesz. Én legalábbis ezt a lépést szoktam a forgatókönyv után elkészíteni, hogy lássam, hogy milyen a ritmusa a filmnek a forgatókönyv elképzelése alapján, és akkor ilyenkor változtatok rajta, hogyha mondjuk valamelyik rész túl hosszúnak tűnik, vagy túl rövidnek, vagy kiderül, hogy nem tudom, a drámai ív nem megfelelő így az animatik alapján, és akkor utána el kell azt dönteni, hogy például a szövege a filmnek, a narráció vagy a dialóg például olyan hangsúlyos-e, hogy fel kell előre venni, mert vannak olyan filmek, amikor az mondjuk egy mesénél, egy klasszikus mesénél, amit valaki elmesél, ott nagyon fontos, hogy meglegyen a narrátor hangja, és akkor az ő ritmusához alkalmazkodjon a kép. Ebben a filmben például a találkozásban nagyon rövid dialóg lesz, én azt gondolom, hogy majd a végén fogom felvenni, tehát itt talán előbb a kép lesz meg, és utána a szöveg, de ugyanígy a zenénél is felmerülhet ez a kérdés, hogy mondjuk ha zenéhez készül a film, akkor a zenének kell előbb készen lennie. Ha viszont a zenének csak, nem csak, de az a funkciója, hogy segítse a filmet, akkor pedig utólag veszük föl. Tehát most ebben az esetben azt gondolom, hogy a képi anyagot fogjuk elkészíteni, ami hátterekből áll, a karaktereknek a mozgásának a kialakításából, tehát az animációból, a rajzolásból, a kifestésből. Ezek ilyen egymásra épülő, viszonylag hosszú folyamatok még egy 7 perces filmnél is. A filmtervez már kellett vizuális elemeket is bemutatni? Tehát a gyerekek akár láthattak is belőle már egymást? Igen, ilyen szempontból kicsit előnyben is, vagy előnyt is élveztem, hogy mivel én szoktam a filmjeim vizuális világát kialakítani, én azt be tudtam ott mutatni. Sőt, amiatt, hogy már egy több éve gyúrt gondolat, elég sok képanyagom is volt, amit a bemutató alatt megmutathattam kivetítve. De voltak például olyan filmtervek, amit például egy krimi terv, egy egész estés fiataloknak szóló krimi tervet, azt egy írónő mutatta be, aki írta magát a történetet, és úgynevezett referenciaképeket mutatott más filmekből akár, tehát, hogy körülbelül ilyen ehhez hasonló látványvilágot képzel el, de ő inkább a történetről tudott beszélni. Tehát sokféle lehetőség van a tervek bemutatásánál. Így visszatérve a lépésekre, igen. Animációs filmrendezőként mennyire hangsúlyos az a feladat, hogy valóban ezeket a vizuális elemeket, látványt meg is kell valósítani. Tehát ugye említette, hogy akkor ön ezt megrajzolja, megalkotja. Ez egyrészt minden animációs filmrendezőnél így van-e? Tehát kvázi kötelező is. Másrészt pedig, hogyha megvannak ezek, akkor azokból hogy lesz mozgókép? Ezt nem nagyon tudom elképzelni, bár szerintem sokan nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy hogy lesz ezekből film. Szóval hogyan alakul ez ki? Nem minden rendező foglalkozik a vizuális elemek kialakításával, ez is változhat. Én is majd úgy szeretnék dolgozni, hogy legyen egy animátor, illetve egy rajzoló, aki velem dolgozik, hogy minél professzionálisabb
legyen az eredmény. Szerintem a műfaj az animációs film jellegétől is függ, hogy hogyan készül, mekkora stábbal, hogy osztják el a munkát a munkatársak. Mindenképp csapatmunkáról van szó az animációs filmek készítésénél. Szoktunk készíteni úgynevezett layoutokat, amik az egyes jelenetek, egyes beállításait képzeljük el, hogy ott milyen háttér lesz, milyen mozgás fog zajlani, esetleg a háttér is mozog-e majd közben, mit fog csinálni a kamera, közeledik, távolodik, balról jobbra elhalad a helyszín fölött, mit csinálnak a figurák, hány karakter fog megjelenni abban az adott beállításban. Tehát így érdemes jól kitalálni előre, és akkor ennek megszervezni az elkészítését tulajdonképpen. A karakterekhez szükség van karaktertervekre, ahol mondjuk az animátor tudja, hogy különféle nézetekből, különféle mozdulatok során, hogy néz ki mondjuk ez az elefánt, illetve azt megbeszélni, hogy milyen mozgást képzel el a rendező, hogy ő egy idősebb, egy fiatalabb elefánt, vagy lomha, vagy energikus, ezeket mind ki kell találni, és akkor egy animátornak pedig az a feladata, hogy ezt jól életre keltse, megjelenítse ezt a karaktert. Ez már digitális formában történik? Tehát gondolom nem minden egyes pillanata van mondjuk ennek a filmnek a 7 percnek lerajzolva, hanem itt akkor a digitalizációnak nagy a szerepe. Lehet szerepe benne, és olyan értelemben digitális, hogy a rajzolás is már számítógépen digitális rajztábla segítségével zajlik, tehát nem papíron, de ettől függetlenül meg kell rajzolnia a fázisait a mozgásnak, kivéve, hogyha olyan technikát talál ki a rendező, vagy az animációs rendező, vannak olyan technikák is, amikben nagy a szerepe az animációs programoknak. Tehát kevesebbet kell rajzolni, és több minden mozgást rá lehet bízni egy programra. Egy ilyen klasszikusabb rajzolt karakternél, mint amik ebben a filmben is vannak, hát őket végig kell rajzolni, ahogy jönnek, mennek és lépcsőznek. Végig az egész folyamatot? Tehát minden elemét le kell rajzolni? Tulajdonképpen igen, ugye ismétléseket lehet használni, ismétlődéseket, lehet használni a számítógép adta lehetőségeket, de azért meg kell rajzolni. Most a fejemben meg is alakult egy ilyen kép, hogy mondjuk egy elefánt, nem biztos, hogy van ilyen jelenet, de megy fel a lépcsőn, ugye így említette. Mennyi ideig tart mondjuk egy elefántot lerajzolni az első lépcsőfokra, majd lerajzolni a másodikra, majd a harmadikra, tehát ezeket újra rajzolni, hogyan lehet segíteni a folyamatot, mondjuk a lépcső az mindig megmarad. Igen, tehát ezek hogyan néznek ki? Igen, ez egy jó találmánya az animációs filmnek, és ez szerintem bármilyen időszakot figyelünk az animációs filmek készítésében, tehát még a digitális korszak előtt is ez egy nagyon jól használható technológia, hogy rétegesen kell elképzelnünk az egyes képeket, tehát hogy a legmesszebbi rétegünk az a háttér, ami nem mozog, vagy esetleg a figuráktól függetlenül mozog. Tehát mondjuk egy lépcső a lépcsőházban. Elég egyszer elkészíteni, megfesteni, megrajzolni, és akkor egy fölötte levő rétegen látjuk az elefántot, ahogy halad fölfelé, és akkor egy még fölötte levő rétegen pedig mondjuk azt a korlátot, amiben ő kapaszkodik, és ami közelebb van a nézőhöz. Tehát lehet így rétegesen gondolkozni, és akkor ilyenkor elég az elefánt rétegével foglalkozni. És az elefántnál is lehet például olyan trükköket bevetni, hogy úgyis, hogyha azt akarjuk kifejezni, hogy mindjárt összeesik alatta a ház, mert hogy véletlenül a legfelső lakásban lakik, persze. akkor mutathatjuk, tehát kitalálhatunk olyan képkivágásokat, hogy csak a lábát látjuk például bizonyos jelenetrészekben,
ami könnyebben is megrajzolható, meg lehet, hogy kifejezőbb. Tehát sokszor az dönt ilyen helyzetekben. Nem a könnyen rajzolhatóság, hanem inkább az, hogy mivel tudjuk kifejezni azt, amit szeretnénk. Mik azok az elemek, amiket nem nagyon szabad kihagyni egy ilyen animációs filmből, főleg amelyek a gyerekeknek készülnek, amelyek a szórakoztatás célt szolgálják? Tehát hogyan lehet a kicsiknek a figyelmét leginkább megnyerni? Itt a humor az, ami nagyon fontos, vagy mik még, amik fontosak? Igen, szerintem a humor az nagyon fontos. Ő mindenképp olyan szereplők, akik valamiért felkeltik az érdeklődésüket. Tehát mondjuk egy elefánt például. Igen. Akivel esetleg tud azonosulni, az már egy nagy előrelépés abban, hogy élvezze a filmnézést. Számíthat a látvány, a színek, a mozgások. Nem könnyű feladat, mert rengeteg animációs film veszi körül a gyerekeket, és vannak köztük nagyon-nagyon gyorsak, nagyon akciódúsak. Nem biztos, hogy mindig erre vágynak különben, csak nem könnyű, azt hiszem, felkelteni a figyelmüket, az érdeklődésüket rengeteg vizuális inger között. Tehát nem biztos, hogy minél gyorsabb egy film, annál inkább leköti a gyerekeket? Tehát mondhatjuk, hogy akkor amihez mindig lehet nyúlni, az inkább a humor. Igen. Vagy hogy legyen valami szép mondani valója története. Igen. Ez cél is szokott lenni általában az animációs filmrendezőknél, hogy legyen mondjuk valami mondani való, valami történet, valami tanítás benne? Vagy nem mindig? Szerintem sokszor cél, de akár az is lehet cél, hogy egyszerűen áttéljen valamilyen érzelmet a néző, vagy megtapasztaljon valamit, átéljen valami eseményt, vagy beleképzelje magát valaki másnak a helyébe. Nekem az egyik kedvenc kortárs íróm Dániel András, aki a Kuflik című sorozatot írta és rajzolta. Ez egy gyerekeknek szóló könyvsorozat. És pont most olvastam, hogy azt nyilatkozta, hogy neki mindig is az volt a célja, hogy ne legyen tanulság a meséiben. Mert hogy ezt már én mondom, tehát ezt most már nem tőle idézett, de hogy az sem jó, amikor nagyon erőteljesen látjuk megjelenni egy mesében a tanulságot. Az is zavaró tud lenni, szerintem akár egy gyerek is megérzi, hogyha nagyon tanmesévé válik valami, de persze hát mindenképp van a rendező fejében egy gondolat arról, hogy miért készít filmet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat, amiket ön képvisel, elárulta nekünk. Szoboszlai Eszterrel beszélgettünk, animációs filmrendezővel, aki Kecskemét hírnevét is regbítve Aranymókus díjban részesült. Ehhez még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Köszönöm szépen, én is. Ennyi fért bele a mai műsorunkba. Tartsanak velünk a továbbiakban is, én viszont most búcsúzom, Vizi Zalánt hallották, a Viszonthallásra.